Vajon egyedül vagyunk? Vagy van egy másik, a Földhöz hasonló bolygó valahol az univerzumban? Van egy fantasztikus célunk a következő generációk számára. Olyan bolygókat kell találniuk, melyek az otthonunkra emlékeztetnek. Remélem, megtaláljuk azokat a technikai megoldásokat, amik segítségével meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, ami az emberiséget az utóbbi 2000 évben leginkább foglalkoztatta. Egy másik Föld akár olyan közel lehet, mint a legközelebbi csillagrendszer. Már készen állunk rá, hogy megtaláljuk ezeket a bolygókat. Lehetnek fura bolygók furcsa napok alatt. Vajon megtalálhatjuk ezeket a bolygókat az univerzum csillagainak milliárdjai és bolygók trilliói között? A Világegyetem. Egy másik Föld. Van egy másik Föld az univerzumban? Feltehetően ez egyike a legrégebbi elképzeléseknek, ami azóta foglalkoztat minket, mióta az ember felnézett az égre és rácsodálkozott a csillagokra. Mikor az emberek még a tábortűzek körül ültek, felnéztek a csillagokra és azt képzelték, hogy más törzsek tábortűzei vannak körülöttük. Pontosan mit is értünk másik Föld alatt? Alapvetően a Földhöz hasonló életformát jelent. Az élethez három alapvető dolognak kell rendelkezésre állnia. Kell valamilyen fajta folyékony közeg, hogy a kémiai reakciók végbe mehessenek. Úgy gondoljuk, hogy a víz a legjobb ilyen folyékony közeg. Ez nagyon elterjedt az univerzumban. Szükség van még az élet alapvető építőköveire, a molekulákra, amik segítenek az élet létrejöttében, a foszforra, a DNS-ben, és még kell egy energiaforrás. Ebből látszik, hogy egy földi bolygó, amin víz van, mindent tud adni, amire szükségünk van. Nem mindegyik bolygón találhatók a Földhöz hasonló életkörülmények. Úgy gondoljatok bele, mintha különböző típusú házak lennének. Van olyan város, ahol nagy paloták és kisebb, egyszerűbb kéthálószobás házak váltják egymást. És vannak a nagyvárosokban a stúdiólakások, a felhőkarcolók és így tovább. Ezek az emberek élik saját életüket. És gondoljunk bele, ha mi az univerzumban keresünk új otthont, különböző típusúakat keresünk, mindenre nyitottnak kell lennünk, és azt kell nézni, hogy melyik segítheti az életünket. A csillagászok több mint 300 exobolygót találtak. Ezek olyan bolygók, amelyek kívül esnek a naprendszerünkön. A legtöbbjük gázóriás, amit könnyebb megtalálni, mint a kisebb földi bolygókat, mint amilyen a Földünk is. Olyan készülékeket kell építenünk, melyekkel elemezni tudjuk a Földhöz hasonló bolygókat. Meg kell állapítanunk, hogy annak a bolygónak az atmoszférája milyen kémiai anyagokat tartalmaz. Ezért magyarázatokra, modellekre van szükségünk. Victoria Meadows a bolygók modellezésével foglalkozik. Ő a washingtoni Seattle Egyetem virtuális bolygó laboratóriumának vezetője. A csapat, ami Amerika számos intézményében dolgozik, olyan világokat épít föl, amelyek létezhetnek a felfedezetlen univerzumban. A virtuális bolygó laboratóriumban még a világegyetem tényleges felfedezése előtt szimulálhatjuk, hogy a bolygók hogyan nézhetnek ki az űrből, milyen lehet a környezetük. Tehát ez lehetővé teszi, hogy felfedezzük őket. A virtuális bolygó laborban fantasztikus világot építhetnek, mint egy fantasztikus tudományos író, egy szuperkompjúter írótárssal. Nos, vehetünk egy Földhöz hasonló bolygót is, de mi elszakadunk a naptól, és egy másik eltérő méretű és hőmérsékletű csillaggal helyettesítjük. Tehát modellezzük a Földhöz hasonlító bolygókat, és olyan csillagok köré csoportosítjuk őket, amik sokkal melegebbek, sokkal, de sokkal erősebb az UV-sugárzásuk, mint például a mi napunknak. A modellek furcsa alternatív lehetőségeket eredményeznek, tele rikító piros növényekkel, narancssárgákkal, vagy éppen szurokfeketékkel. A fotoszintézis a bolygót megvilágító csillagfényétől függően nagyon változatos lehet. Az F csillagok körüli bolygókon például, ahol a csillagtól érkező fény sokkal kékebb, a növények több kék fényt nyelnek el. És így azok jobban tükrözik a piros, narancssárga és citromsárga fényt, és így számunkra piros, narancs és citromsárga színűnek tűnnek.
A gyengébb fényű csillagok körüli bolygók növényei minden darabka energiát felhasználnak, hogy kifejlesszék színezetüket. Ha megnézzük a mi napunknál sokkal hidegebb csillagokat, az M-csillagokat, az M-csillagok körüli bolygókon a növények feketék lehetnek, mert a lehető legtöbb fényt el akarják nyelni. És akkor még ott van a vízi világbolygó. Egy lehetséges új föld, ami egy illékony M-típusú csillag körül kering, ami folyamatosan halálos sugárkitörésekkel bombázza a bolygót. És hogy ezzel hogy tud a felszíni élet megküzdeni? Lehetséges, hogy találunk életet a vakító M-csillagnál. És kiderül, hogy valójában lehet élni 9 méterrel a víz alatt egy M-csillag körül keringő bolygón. Így megmenekülnek a káros fénytől, de még van elég fény a fotoszintézishez és a túléléshez. És ahogy a jövő felfedező küldetéseit megtervezik, sok tudós arra összpontosít, hogy kimutassa az élet melléktermékeit egy távoli bolygón. Az élet gázokat termel, melyeknek szaguk van, és mi ezeket keressük majd a nagyfelbontású spektrométerekkel. Tehát nekünk igazából egy Földhöz hasonló bolygót kell keresnünk, és meg kell határoznunk az atmoszférájának a kémiai összetételét. Jeff Marcy csillagász a kaliforniai Berkeley Egyetemről az egyik legjobb a bolygók helyzetének megállapításában. Kollégájával, Paul Butlerrel több exobolygót találtak, mint bárki más. Egy bolygó, ami a csillagjától a legtávolabb található, nagyon hideg. A köztük lévő térben, amit sokszor lakhatósági zónának nevezünk, a hőmérséklet éppen jó, ami alatt a langyosat értem, így a víz még folyékony állapotú. És természetesen ez a folyékony víz az előfeltétele az életnek. Mikor más bolygókat szemlélünk, azt kérdezzük, hogy lehet-e azokon élet. Az én első kérdésem az lenne, hogy azon a bolygón van-e víz. Ha igen, akkor érdekel, ha nem, akkor nem. A víz egy csodálatos anyag. Őszintén szólva, szerencsések vagyunk, hogy az univerzumban létezik egy ilyen anyag, mint a víz. Ez egy nagyszerű kozmikus koktél, aminek a segítségével kémiai reakciók jönnek létre, amik valójában az életet eredményezik. De ez a sajátos zóna, ahol a víz folyékony állapotban található, mindig változik. Ha egy csillag forró O-típusú, akkor a zóna távolabb esik a naptól. Ha ez egy hideg M-típus, akkor a zóna közelebb lesz. És ez még az idő múlásával is változik, mert a csillagok nem állandóak. Még a mi saját kellemes lakható zónánk is megváltozik néhány millió éven belül itt a Földön, ahogy a napunk egyre öregebb és forróbb lesz. Jelenleg nincs olyan technológia, ami lehetővé tenné, hogy a távoli exobolygókat lefényképezzük. Így a csillagászok a naprendszer csillagait használják, mint a bolygók helyettesét, mivel mindkettő ugyanazokból az anyaglemezkékből jött létre. Honnan tudjuk, hogy egy csillag miből épül fel? Nem megyünk oda és veszünk belőle mintát, mert az elolvadna. Wes Trau csillagász, a NASA Jet hajtás laboratóriumának vezetője létrehozza azokat az eszközöket, amikkel a mi naprendszerünkön kívül eső bolygókat is tanulmányozni lehet. Mi egyszerűen csak megfigyeljük és megtörjük a fényt különböző színekre. Ezt még Newton találta ki néhány száz évvel ezelőtt, felfedezte, hogy ha egy prizmát rakunk a napsugárhoz, akkor azt kék, zöld és piros színekre bontja. És mikor ezeket a különböző színeket látod, hirtelen valami nagyon meglepő dolgot fedezel fel. Vannak olyan részek, ahol hiányoznak a színek. És ezek a hiányzó színek a napnak, a fényforrásnak a lenyomatai. A mostani technológiával nem tudjuk közvetlenül megnézni a naprendszerünkön kívül található bolygók színképét. De végül az erősebb gépekkel, ugyanazt a technikát használva, elemezhetjük őket, kereshetjük rajta az élet bizonyítékait.
Ha megnézzük azt a fényt a bolygóról, és egy prizmával vagy valami hasonlóval megtörjük, meg tudjuk mondani, hogy a bolygó miből épül fel. És így megtudjuk, hogy egy bolygónak van-e olyan oxigénje, mint a mi atmoszféránknak, van-e vízpára az atmoszférában, van-e ózon, karbondioxid és salétrom. De az univerzumban semmi sem marad állandó az idő múlásával. Mikor a mi Földünk kialakult 4,5 milliárd évvel ezelőtt, teljesen más atmoszférája volt, mint most. Igazi kihívás, hogy Meadows és csapata előre megépíti a Földhöz hasonló bolygók modelljeit. Nagyon rövidlátóak lennénk, ha csak egy oxigénben gazdag bolygót keresnénk, ami a fejlődésnek ugyanabban a szakaszában van, mint a miénk. Tehát a lényeg az, hogy mikor lakható világokat keresünk, azok teljesen eltérőek lehetnek, nagyon sokfélék lehetnek. És ha találunk egy másik Földet, akkor megvan az esélye annak, hogy találunk egy ott élő civilizációt is. Vajon hogy kommunikálunk majd velük? Vajon mennyi intelligens civilizáció létezhet más bolygókon a világegyetemben? Mit kell tudnunk ahhoz, hogy megbecsülhessük a számukat? Hány csillag van? A csillagok mekkora hányadának vannak bolygói? Ezek közül, a bolygók közül mennyi van elég közel, hogy lehessen rajta víz? Ezzel a problémával Carl Sagan és Frank Drake csillagász már évtizedek óta foglalkozik. Drake létrehozott egy egyenletet, amivel kiszámolta, hogy közel 1 millió civilizáció létezhet csak a mi tejútrendszerünkben. A Drake egyenlet számok sorozata, melyek eredményeként megkapjuk, hogy hány más intelligens civilizáció élhet rajtunk kívül. Peter Ward, a Seattle Egyetem biológia és földrajz professzora úgy gondolja, hogy a Drake egyenlet nagyon túlbecsüli a fejlett civilizációk számát, amik az univerzum más földhöz hasonló bolygóin élhetnek. Ward és egy másik csillagász, Don Brownlee, írtak egy könyvet a Ritka Föld címmel. Ebben elmagyarázzák, hogy miért gondolják azt, hogy az élet, úgy az állati, mint az emberi, ritka lehet az univerzumban. Elkezdtünk gondolkodni, hogy ez így túl egyszerű, ezért másokat is bevontunk. Ward számos tényezőre hivatkozik, amik szerinte csökkentik Drake eredeti becslését a tejútrendszerben és az egész univerzumban létező civilizációk számával kapcsolatban. Mindenek előtt a bolygó szerkezete, mely szárazföldi vetődés, és csodálkoznak, miért kell a bolygón az élet gyakorisságával foglalkozni. A bolygók szerkezete szintén eredményezheti az anyagok visszakeringtetését, és ez a körforgás néhány nagyon lényeges dolgot okozhat. A leglényegesebb dolog, hogy hőmérsékletmérést eredményez. Olyan, mintha egy termosztát lenne a bolygón. Ha túlmelegszik, ezek a tektonikus lemezek segítenek lehűlni. A másik fontos kérdés a fém jelenléte egy bolygón. Másodszor előnyös, ha egy intelligens civilizáció rendelkezésére áll a fém. Nehéz fémet találni olyan bolygókon, mint a Mars vagy a Vénusz, de a lemezmozgások mindent felforgatnak, töréseket okoznak. A nehéz fémek így felszínre kerülnek. Mi más kell még nekünk? Egy jó Jupiter. Egy ilyen gázóriás, mint a Jupiter, az erős gravitációs vonzásával a naprendszer külső részeinél megvédi a belső bolygókat, a potenciális földeket a folyamatos, valószínűleg katasztrofális hatásoktól. A Jupiter elsöpri az aszteroidákat és az üstökösöket, mert magához vonza őket. Így védi meg a Földet az űrtörmelékektől. A Jupiter hozzásegíti a Földet ahhoz, hogy élet alakulhasson ki rajta, és meggátolja, hogy aszteroidák és üstökösök csapódjanak bele, tömeges pusztulást okozva, mint ahogy az a dinoszauruszok korában is történt. 65 millió évvel ezelőtt egy aszteroida csapódott a Földbe, a bolygón élő dinoszauruszok kihalását okozva.
A dinoszauruszok azért haltak ki, mert a Jupiter nem úgy funkcionált, ahogy kellett volna. Azon a napon hagyta, hogy aszteroida csapódjon be a Földbe, de láttuk, hogy általában hogy működik. A Lévi üstökös, ami neki ütközött a Jupiternek a múlt század második felében, jó példa a Jupiter működésére. A jól működő Jupiter jó tulajdonságaira lehet egyenletet írni. Mikor a bolygók lakhatóságát vesszük figyelembe, a legtöbb csillagász nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy a lakhatósági zónán belüli csillag körül találjon világokat. De Ward és írótársa hiszik, hogy egy bolygó nagyobb galaxison belüli elhelyezkedése szintén fontos. És ez az, amiért megfogalmaztuk a galaktikus lakható zónát, egy területet a galaxison belül, nem túl közel, nem is túl messze. Ez egy terület a galaxisunkon belül pont jobbra. 9 tényezőt emeltek ki, ami az úgynevezett galaktikus lakhatósági zónát építi fel. Figyelembe vették a Föld elhelyezkedését a galaxisban, a gyilkos neutroncsillagokat, a fekete lyukakat és a halálos gammasugárzást. Belevették azokat a csillagokat, amiknek vannak bolygóik, és azokat is, amiken van mikróbaszerű élet. Még azt is megbecsülték, milyen időközönként semmisülnek meg a bolygók. Maga a Föld is éppen csak kikerült egy ilyen eseményt 1998-ban, amikor egy magas fajsúlyú csillag, egy magnetár halálos gammasugarakat lövelt ki. Ezzel 2/10 másodperc alatt annyi energiát szabadított fel, mint amennyit a Nap fog a következő 100 000 évben. Szerencsére a magnetár 20 000 fényévnyi távolságra volt a Földtől. Jó lenne feltenni a kérdést, hogy mi történt volna, ha a magnetár kitörése nem 20 000 fényév távolságra, hanem csak 10 000 fényév távolságra lett volna. Mi történt volna akkor a Földdel? Ha ez ilyen közel lett volna a Föld atmoszféráját, átlyukasztotta volna egy kitörés. És akkor nem tudtunk volna lélegezni. Most katasztrofális lenne, és teljességgel lehetséges. Mi, emberek, kozmikus mázlisták vagyunk itt az univerzumban. A Drake egyenlet feltételezései túl optimistának tűnnek, amikor összehasonlítjuk azokat az elmúlt évtizedek csillagászainak tanulmányaival. A Drake egyenlet fantasztikus elmeszülemény, de a 60-as években készült. Most már sokkal többet tudunk. Így hozzáadtuk azokat, amiket akkor még nem ismertek, és szerintem ez sokkal pontosabbá teszi. Végtére is ez csökkenti a számokat, és ennek eredményeként a mai felfogás szerint a milliónál kevesebb civilizáció létezik. Tehát Ward szerint mennyi lakható bolygó, fejlett civilizáció létezik a mi tejútrendszerünkben? Mindig megkérnek, hogy jósoljam meg, és mindig azt válaszolom, hogy annyit tudunk, hogy legalább egy. Szerintem több, mint egy. Szerintem több, mint egy, de kevesebb, mint 1 000 000. Akár egy másik civilizációt is találhatnak, mivel a csillagászok arra összpontosítanak, hogy egy másik, a Földhöz hasonló bolygót kutassanak. De ezeknek a bolygóknak a felfedezése hatalmas technikai kihívás a tudósok számára. A katalogizált csillagoktól eltérően a bolygók a ma használt technológiával nem láthatók. Egy bolygó, amikor fényévnyi távolságból nézzük, nagyon aprónak tűnik. És hogy a dolog még nehezebb legyen, egy földszerű bolygó, még ha nagyobb is, mint a mi földünk, csak csekély mennyiségű fényt tükröz vissza a csillagához képest. Tehát itt van egy fényes csillag és egy bolygó, ami 10 milliárdszor halványabb. Nehéz elképzelni, hogy mennyi is a 10 milliárdszoros, de a legtöbben úgy gondolkozunk, hogy van egy Szent János bogár, egy nagyon kicsi Szent János bogár, egy nagyon gyenge fény. És feltételezzük, hogy a Szent János bogár körbekering, vagy körbe repül egy világítótorony körül. És feltételezzük, hogy megpróbáljuk meglátni ezt a világítótorony körül repdeső Szent János bogarat 5000 km távolságból. Ehhez lehetne hasonlítani. Feltételezve, hogy megtalálják a parányi Szent János bogarat, a kilehelt gáz elemzésével ki kellene találni, hogy mit lélegzik be,
Ezzel a kihívással kell szembenéznie annak, aki először találkozik egy új bolygóval, és ki kell derítenie, hogy milyen az atmoszférája. De a csillagászok közvetett módszereket dolgoztak ki, hogy a naprendszeren kívüli bolygókat találjanak. Ha az lenne a csillag, és nagyon fényes lenne, és ez a bolygó, és ez mozogna a csillag előtt, akkor a bolygó elsötétülne, és észrevennéd. Ezt a fajta bolygó felfedezést tranzit módszernek nevezik, mivel attól függ, hogy látják-e a bolygó áthaladását egy távoli csillag előtt. A sötét folt mértéke megmutatja, hogy milyen nagy a bolygó. Tehát ezt használhatjuk, hogy megállapítsuk, ez egy kicsi bolygó, mint a Merkur, egy akkora, mint a Föld, vagy egy hatalmas, óriás, mint a Jupiter. A keringési idő és a csillag hőmérséklete megmutatja, hogy lakható zónában van-e. A keringési idő azt mutatja, hogy egy bolygó mennyi idő alatt kerüli meg a csillagot. És megy a maga útján, majd visszatér újra egy évvel később, és újra megkerüli. Mikor ezt az időszakot összevetik a csillag típusával és méretével, az információ alapján a tudósok eldöntik, hogy a bolygó, amit találtak, a lakhatósági zónán belül van-e. A tranzit módszer akkor működik, ha a megfigyelő vagy a teleszkóp ugyanazon a síkon van, mint a csillag és a bolygói. De ha a rendszer felett vagy alatt van, másik technikát, az úgynevezett radiális sebességmérést lehet használni. Ez a módszer egy távoli csillag alapos megfigyeléseire támaszkodik, hogy lássa, hogy a csillagot gravitációs erővel húzza-e előre-hátra egy láthatatlan exobolygó. A csillagászok ezzel az információval az exobolygóval kapcsolatos számításokat végeznek, ami hatással van a csillagra. Ezekkel az eszközökkel felszerelve a csillagászok több száz bolygót találtak, néhány nem is szerepelt a csillagászati könyvekben. Szuperföldek, forró Jupiter, és még néhány közeli rokona a mi földünknek. Az univerzum több milliárd csillaga közötti új föld utáni kutatás során a csillagászok kapcsolatot találtak a csillagok összetétele és annak valószínűsége között, hogy vannak-e bolygói, akár Földhöz hasonló, vagy más. Vannak csillagok, amelyeknek az alkotó elemei között nehéz fémeket is találunk, mint például vasat és nikkelt. A tejútrendszerben molekuláris felhőkből alakultak ki csillagok. Így maradt néhány anyag körülöttük, amelyek beleolvadtak a bolygóba. Ezért azt gondoljuk, hogy azok a csillagok, amik nehéz alkotó részekből állnak, olyan bolygókat alakítanak ki, amelyek szintén tartalmazzák ezeket az elemeket. A csillagászok a nehéz anyagok arányát a csillagban fémtartalomnak nevezik. De ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a hagyományos értelemben van bennük fém. Egy csillagásznak bármilyen alkotó rész lehet, ami nehezebb a hidrogénnál vagy a héliumnál. Így a csillagászoknál a lítium is fém, a szulfur is fém, a klór is az. Nem csak olyan ércek jöhetnek szóba, mint a vas, az arany és az ezüst. Egy Földhöz hasonló exobolygónak nem csak nehéz fémeket kell tartalmaznia, és egy csillag lakhatósági zónáján belül kell lennie, hanem megfelelő méretűnek is kell lennie ahhoz, hogy fenntarthassa az életet. Atmoszférájának kell lennie, tektonikus lemezeinek és vulkánjainak. Ezek hatással vannak a bolygó hőmérsékletének szabályozására. Hogy mindezekkel rendelkezzen, a csillagászok úgy becsülik, hogy a legkisebb bolygó a Föld tömegének egy harmada lehet. A spektrum másik végén egy lakható bolygó nem lehet nagyobb, mint a Földünk tömegének tízszerese. Csak az elmúlt évtizedben vált nagyon sok exobolygó létezése bizonyítottá. Több mint 10 éve még csak azokat a bolygókat ismertük, amik a napunk körül keringenek. Ma már olyan extraszoláris bolygókat is ismerünk, amelyek más csillagok körül keringenek.
És persze, ami igazán izgalmas ezekkel a bolygókkal kapcsolatban, hogy némelyik akár lakható is lehet. Így megvan az esélye, hogy valamelyiken életet találhatunk. A több száz felfedezett exobolygó közül van olyan, ami nem követi a naprendszerünkben lévő bolygók megszokott példáját. Találtunk furcsa Jupiterhez hasonló bolygókat, amelyek a csillagjai közelében keringenek, nagyon forróak és befelé mozognak. A Jupiter bolygó képződménye egyfajta lélekharang a földi bolygóknak is. És mi van, ha nem éppen szerencsés, hogy a Jupiter a mi naprendszerünkbe került? Kilökné a Földet a pályájáról a külső űr hideg sötétjébe, és a Föld végül egy hideg, sötét roncsként meghalna. Több mint 300 exobolygót fedeztek fel, és egyre többet találnak, de a többségük rendkívül nagy gázóriás, és így kicsi az esély, hogy igazán hasonlítsanak a Földre. A Pegazus csillagképben a Földtől 50 fényévnyire 50 bolygó található. Ez volt az első olyan bolygó, amit a naprendszerünkön kívül fedeztek fel. Egy Jupiter nagyságú gázóriás, de ez sokkal közelebb kering a csillagjához, 4 nap alatt megkerüli a napját. A Virginis bolygók még a Pegasitól is messzebb, 60 fényévnyire találhatók. 7,5-szer nagyobb, mint a Jupiter. Először azt hitték, hogy a csillag lakható zónáján belül esik, ezért boglárkának hívták. Későbbi számítások azt mutatták, hogy excentrikus pályája van. 40 millió kilométerre kering a napjától, ami olyan forró, hogy mint lakható bolygó nem vehető figyelembe. A TRESZ 4 több mint másfélszer nagyobb átmérőjű, mint a Jupiter, ezzel a valaha felfedezett legnagyobb bolygó. 1400 fényévnyire található a Földtől. Ez a gázóriás, bár sokkal nagyobb, mint a Jupiter, csupán 3/4 a Jupiter tömegének. Ez egy forró Jupiter, csupán 3,5 nap alatt kerüli meg a napját. A csillagászoknak még nem sikerült igazi földszerű bolygót találniuk a naprendszerünkön kívül, mert nem voltak képesek észlelni ilyen viszonylag kicsi, sziklás bolygókat, mint a mi földünk. A technológia egyszerűen még nem tart ott. De a csillagászoknak nagyobb szerencséjük van szuperföldek megtalálásában. Az emberek valójában képesek a bolygók felfedezésére, amik lehetségesen más csillagok lakhatósági zónáján belül találhatók. Erre egy klasszikus példa a Gliese 581C nevű bolygó. A Gliese 581 rendszer körülbelül 20,5 fényévnyire található a Földtől a Mérleg csillagképben. A Gliese 581C 5-ször nagyobb tömegű, mint a Föld. Azt remélték, hogy az 581C lesz az első Földhöz hasonlító bolygó, amit egy csillag lakhatósági zónáján belül találtak, de nem így lett. Valószínűleg nem jól helyezkedett, így ez, ahelyett, hogy a szuperföld lenne, valószínűleg egy szupervénusz. Olyan, mint a mi Vénuszunk, csak sokkal forróbb, körülbelül 600 fokos hőmérséklettel. De a Vénusznál sokkal masszívabb. A Gliese 581C-nek van egy rokona, egy kicsit kíjebb, és ez hidegebb. Gliese 581D a neve. Ez a lakhatósági zónának egy távoli végén található, ahol eléggé hideg van. Mikor eleinte nézed, azt hiszed, hogy talán egy kicsit túl hideg, de kiderül, hogy a bolygónak van elég üvegházgáza. Talán fel lehet melegíteni. Egy másik reményteljes földszerű bolygó lehet a HD 69830D. Ez egy nagy bolygó, 17-szer nagyobb, mint a mi földünk.
Körülbelül 42 fényévnyi távolságra van a naprendszerünktől a Papis csillagképben. A HD 698301 egy olyan potenciális bolygó, ahol kialakulhat az élet, mert pont jó, megközelítően megfelelő hőmérséklete van. A bolygó hőmérséklete a Vénusz és a Föld hőmérséklete között van, és szintén körkörös pályája van, ami azt jelenti, hogy nem fog átmelegedni, mert túl közel kerülne a csillaghoz, ami körül kering. Így lehet rajta folyékony víz. A bolygó tömege talán nem a legjobb, körülbelül 17-szer nagyobb, mint a Föld, akár sziklatömb is lehet, vagy egy gázgömb, mint a mi naprendszerünkben a Neptun. A jövőben, amikor a NASA expedíciókat küld a bolygókra, elvárható, hogy a csillagászok kapjanak egy spektrumot, ami sokkal több információt nyújt majd a bolygó összetételéről. Ennek segítségével képesek lesznek kiszámítani, hogy a bolygó felszíne szilárd, folyékony, vagy valami más. Amíg a csillagászok a csillagrendszereket figyelik, hogy hány fényévnyire vannak, abban reményben, hogy egy másik Földhöz hasonló bolygót találnak, más földek sokkal közelebb lehetnek ennél. Képzeljük el, hogy 3,5 milliárd évvel korábban meglátogatjuk a naprendszerünket. Két kék golyót látunk, az egyik a Föld. Van rajta víz, vastag karbondioxid atmoszféra, meleg levegő, talán élet. Most képzeljük el, hogy kicsit tovább megyünk és látjuk a Marsot. Ugyanúgy víz van a felszínén, vastag karbondioxid atmoszféra, meleg levegő, talán élet is. Nos, a két bolygó elkezd formálódni, és a Föld lakható marad. A Mars viszont nem. A Vénusz és a Mars is a lakhatósági zóna boglárka részének a peremén találhatók. Egyik sem lehet földszerű. Ha egyszer kiesel ebből a térből, talán sose kerülsz vissza. A Mars jó példa arra, hogyan kell hosszú távon fenntartani a lakhatóságot. Akkorának kell lennie, mint amekkora a Föld, ahhoz, hogy hosszú ideig lakható legyen. A Mars túl kicsi. Ha túl kicsi, nem tudja az elemi részecskét újra feldolgozni, és így nem tudja hosszú ideig fenntartani az atmoszférát. Tehát a méret is lényeg. És amíg a Mars túl hideg, a Vénusz, egy másik földszerű bolygónknak egy másik hibája van, túl forró. Egy kicsit túl közel volt a csillagához, túl közel a naphoz. Így felforrósodott, és forró is maradt. És így az egész karbondioxid, a széndioxid, és ezek, amik a Földön is létrejönnek, a Vénuszon is kialakultak, de a Föld bevegyítette őket a sziklákba. A Vénuszon ezek az atmoszférában maradtak, és az atmoszféra globálisan felmelegedett ezen a hőmérsékleten. Az érkező napfény nem távozik, a bolygó olyan, mint egy pizzasütő belülről. A Vénusz azért nem jó, mert túl közel volt a naphoz, rossz helyre született. A Mars azért nem, mert rossz méretben jött létre. Itt van egy érdekes történet erről a hármasról. A Vénusz rossz helyen, a Mars rossz méretben, a Föld jó helyen és jó méretben született. Így, ha a naprendszerünkben nem találunk lakható bolygót, akkor a legközelebbi galaktikus szomszédunk az Alpha Centauri, ami talán rejteget a Földünkhöz hasonló bolygót. Kicsit több, mint 4 fényévnyire van. Galaktikus mértékkel nézve itt van a szomszédban. Jó esély van arra, hogy az Alpha Centauri rendszer egyik, talán mindkettő csillaga körül kering lakható bolygó. Greg Laughlin csillagász számítógépen modellezte, hogy megmutassa, létezniük kell lakható bolygóknak a rendszerben. Számos oka van annak, hogy az Alpha Centauri találjuk a legalkalmasabbnak, mikor úgymond új földet keresünk. Egyrészt közel van, és két naphoz hasonló csillaga van. Az Alpha Centaurinak nagy számú különféle nehéz fémeleme van, amikből bolygók épülhetnek fel. Milyen közel van hozzánk az Alpha Centauri rendszer? Zsugorítsuk össze a napunkat egy homokszem méretére.
Egy homokszem valószínűleg a legkisebb szabad szemmel látható dolog, amit az ujjunkkal is érzünk. Ha a nap egy homokszem, akkor az Alpha Centauri rendszer 3 homokszem nagyságú és 8 kilométer távolságra található. Ha az Alpha Centaurihoz hasonló jó rendszert akarunk kapni, akkor nagyon messze, a horizont felé kell keresni egy másik csillagrendszert, ami hasonlóan jó. És kiderült, hogy az Alpha Centauri rendszer csillagjainak sok nyersanyaga van, amikből bolygó születhet. Az Alpha Centaurinak magasabb fémtartalma van, mint a mi napunknak. Ez maga után vonja, hogy a bolygó kialakulása viszonylag könnyen végbe ment ebben a rendszerben. Az Alpha Centaurinak 2 fő csillaga van, ami további előnyökkel jár. A kezdeti jelek azt mutatják, hogy az Alpha Centauri rendszerben nincs Jupiter tömegű bolygó, így egyik vagy akár mindkét csillaga köré egyszerűbben alakulhatnak ki Föld jellegű bolygók. Azért, mert a hatalmas gázóriások a jégmag körül alakulnak ki, amelyek olyan nagyok, mint az egész Földünk. Így ezeknek az óriásoknak sok hideg űrre van szükségük, hogy megalakuljanak. Gondoljunk csak bele, hogy a Jupiter milyen messze van a naptól. Ha egy olyan rendszerben, mint az Alpha Centauri, van 2 bolygó, egymást keresztező pályákkal, de nincs elég nagy és hideg hely a rendszerben, akkor nem jöhetnek létre ilyen gázóriások. A bolygók, amik az Alpha Centauriban találhatóak, már ha vannak ott, olyan bolygók, mint a miénk, vagy a Mars, illetve a Vénusz. Nem olyan gázóriások, mint a Jupiter vagy a Szaturnusz. Mi lenne, ha végül is meg tudnánk vizsgálni, hány Föld van az univerzumnak ezen a részén? Mi lenne, ha egy fényévekre lévő bolygó atmoszférájába betekinthetnénk? Azért, hogy egy másik Földet találjanak, a csillagászok végül felülkerekedtek a nagy technikai kihíváson, hogy hogyan nézzenek egy távoli bolygót. Ez egy olyan probléma, amit a NASA jobban megvitatott, mint a Holdért folyó versenyt. Olyan tervekkel, amik évtizedekre nyúlnak vissza. Az első exobolygót kereső küldetés a Kepler lesz, amit 2009-ben fognak kilőni. A NASA vizsgálati projektjét a 17. századi csillagász Johannes Kepler után nevezték el, aki felfedezte a bolygók mozgásának törvényeit. Amit a Kepler fog tenni, az teljesen egyszerű, és szinte könnyeket csal a szemembe. Egy űrteleszkóp segítségével szemlélhetjük a különböző csillagképeket, azzal a céllal, hogy olyan csillagokat találjunk, amik halványak, amikor egy Földhöz hasonló bolygó eltakarja tőlük a csillagfény egy részét. És így ez lesz az első alkalom, hogy mi emberek rábukkanunk más Földhöz hasonló bolygóra, más csillagok körül. A Kepler küldetés vezető kutatója William Borucki már 24 éve kiáll a küldetés mellett. A Kepler egy nagyon nagy teleszkópot visz fel az űrbe, ami leginkább egy kamerához hasonló, folyamatosan fényképezi ezeket a csillagokat és információkat küld róluk a Földre. A küldetés viszonylag egyszerű. A cél az, hogy lássák az ég egy meghatározott részét a következő 3,5 éves időszak kezdeti szakaszában. A Kepler legfőbb eredménye, hogy statisztikai adatokat küld nekünk, hogy mekkora a népesség, tudod, mennyi kis bolygó van és mennyi nagy bolygó található. A Kepler eredménye az lehet, segít majd eldönteni, hogy mire fog épülni a következő generáció bolygókutató küldetése. A Kepler csak az első lépés egy hosszú úton, amin megpróbálunk lakható bolygókat keresni. Ha elterjedtek, akkor közelben kell lenniük, így egy egyszerű gépet építhetünk. Ha nem találunk sok lakható bolygót, ami azt jelenti, hogy mielőtt találnánk egy másikat, nagy távolságba kell tekintenünk az űrben, és akkor egy sokkal nagyobb és sokkal drágább gépet kell építeni.
Ez lesz a leglátványosabb földkereső teleszkóp, amit az emberiség valaha is elképzelt. Egy hatalmas egyedi teleszkóp lesz az űrben, ami valószínűleg több milliárd dollárba kerül majd. Ez lesz az első teleszkóp, ami a Földhöz hasonló bolygókról képeket fog készíteni. Hogy közvetlenül lássunk egy naprendszerünkön kívül eső bolygót, egy egészen új teleszkóp technológiát kell kifejleszteni. Egy földi bolygó kereső megépítéséhez, ami a Földhöz hasonló bolygókat fog fényképezni, szükségünk van egy teljesen új optikai technológiára, amit őszintén szólva még nem találtunk fel. Arra már rájöttünk, hogyan találjunk más Földhöz hasonló bolygókat, de nem tudjuk pontosan, hogyan építsük meg az optikát, amivel meg is látjuk őket. A NASA ezt a keresőt, mint két nagyon különböző, fejlesztett teleszkópot képzeli el. Az első látható fénygyűrű egy nagy optikai teleszkópból áll. Egy olyan tükörrel, ami legalább 100-szor pontosabb, mint a Hubble űrteleszkóp. Egy fémgyűrű, egy sima teleszkóp, ami összegyűjti a fényt a csillagoktól és összpontosítja a fényt a hátsó végébe, mint egy normál teleszkóp. Egy dolgot kivéve, meggátoljuk a csillagtól érkező fényt, és megpróbáljuk, hogy a bolygótól jövő fény átjöjjön. Ezzel kitöröljük a szétszóródott fényt a gépben, és így látni tudjuk a bolygót, ami 10 milliárdszor halványabb, mint a csillaga. A második földi bolygókereső egy mikrohullám frekvencia mérő lesz. Egy interferométer úgy működik, hogy elveszi a csillagtól jövő fényt, két teleszkóp megfogja, néha több, és ezt a kombinált fényt úgy rendezi, hogy a csillagtól jövő fényt eltünteti. Ez jó abban az értelemben, hogy most lehet látni a bolygót, ami mellett van, és a bolygó fénye nem fog eltűnni. Ez a mikrohullámú frekvencia mérő csodája. Hogy mindezt elérjék, az ellenőrzési és vezetési technológiákban új, nagyon pontos technológiákat kell tökéletesíteni. Valamit, aminek fejlesztése akár évekig is eltarthat. A csillagászat Szent Grálja utáni kutatás, vagyis egy másik föld keresése a naprendszerünkön kívül, arra ösztönzi a tudósokat, hogy elemezzék, hogyan hatna ránk egy ilyen felfedezés. Szerintem, ha találnánk ott kint egy másik földet, az hatalmas hatással lenne a társadalomra. Úgy gondolom, hogy a tudat, hogy mi csak egy vagyunk a sok potenciális életforma közül, szerintem nagy paradigmaváltozást okozna az emberek gondolkodásában. De ott van a másik lehetőség, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben. Talán találunk a Földhöz hasonló bolygókat, de lehet, hogy nem lesz rajtuk intelligens élet. Lehetséges, hogy nekünk embereknek szerencsénk volt az evolúció során, mivel a kelet-afrikai szavannán 2 millió évvel ezelőtt az emberszabásúak valahogy elfoglalták ezt a nagyon ritka szerepet, ami 4,5 milliárd évvel ezelőtt nem történhetett volna meg a Földön. Lehet, hogy mi emberek egy rendkívül ritka és egyedi faj vagyunk a tejútrendszerben. Valójában a mi vágyunk az, hogy felfedezzük a tejútrendszert, és elsők legyünk, akik más fajokat fedeznek fel, és megtaláljuk kémiai és biológiai gyökereinket a csillagok között.